Miközben készül a vacsorának való, az udvaron egymást írik a történetek a korábbi disznóvágásokról. A kondérban a zsír mellett fő az elengedhetetlen forradbor. A konyhában pedig az asszonyok sürögnek. A bátaszéki németek minden esztendőben összejönnek egy igazi disznóvágásra. A cél az együttlét, mindenki annyit vállal a munkából, amennyit ideje és ereje engedi, hogy aztán este közösen elfogyasszák mindazt, ami napközben készült. Igen, fontosnak tartjuk a gasztró hagyományokat is őrizni, mert a mai fiataloknál, a mai tizenéves korosztálynál egyre nehezebben, illetve nem nehezebben, hanem egyre múlófélben van ez a hagyomány a házaknál, ugye, tehát nem tudják már a mai fiatalok, nem, hogy készültek annak idején a disznótoros vacsorához készült meg a dolgok, és úgy gondoltuk, hogy ezt megpróbáljuk átadni a fiataloknak. Hát úgy szerveződik ez a nap, hogy az egyesületi tagok ki vannak értesítve, hogy melyik napon jön létre ez a disznótor, és akinek van kedve, tehát nincs kötött létszám, akinek van kedve, és úgy érzi, hogy ide tartozik közénk, az eljön, és szívesen látunk mindenkit. Arról szól ez a mai nap, hogy itt jól érezzük magunkat, együtt vagyunk, és egy kis közösségformáló céllal is működik ez a mai nap. És persze egy rendes disznóvágáshoz édesség is jár, amiről a bátaszéki kisvábság ikonikus alakja, mindenki náni nénie gondoskodik. Figyelem, ilyen egy hamisítatlan svábrétes. Ezt a tésztát előbb csinálom, mert annak sokáig kell pihenni. És akkor bekeverem az összes tölteléket, a griszt meg kell pirítani, fölengedni, és akkor megpuhul. És amikor már a rétes tészta már annyira szétment, amikor már jó sokáig pihenni, jó letakarni, mert akkor lesz olyan fönt a... és jó letakarni, nehogy megszáradjon a teteje. És akkor lehet látni, amikor már úgy széjjel megy, és akkor lehet kezdeni nyújtani. Zsírral meg kell kenni, és akkor a tetejét is zsírral. Nem akarjuk a hagyományokat veszni, hagyni, mondja Séfer István, és nem jó, ha a gyerekek úgy tudják, hogy a csirkét nejlon zacskó borítja, mert csak ezt ismerik. Itt kialakult mindenkinek, a hölgyek bent a konyhába ténykednek, a sütéssel vannak elfoglalva, a férfiak pedig a kinti munkád, és mindenki, aki mihez fér hozzá, azt csinálja. Tehát kialakult feladat, mint több fiatalra számítottunk, hogy érdeklődik ez iránt, de úgy nézem, csak a családtagok fiataljait sikerül bevonni ebbe a mai napba. Ma már úgy viszik haza a háztartásokba a készterméket, hogy megveszik az üzletbe, be van csomagolva, és nem tudják, hogy honnan került oda az, hogy kerül oda az asztal, vagy honnan kerül az asztalra az étel, vagy hogy készítik el azt az ételt.